Jó estét kívánok, köszöntöm szeretettel a Szombathelyem, a Közéleti Magazin kedves nézőit. Ha velünk tartanak, akkor két témakörrel találkozhatnak majd, illetve átgondolhatják velünk majd az előttünk lévő hét Szent Márton eseményeit, programjait. Egy picit vissza is tekintünk. Egyébként a hét nagyon gazdag lesz az eseményekben. Ami mielőtt még erre rátérnénk, pótlunk egy elmaradott beszélgetést. A stúdióban köszöntöm nagy szeretettel Molnár Miklós alpolgármester urat, Szombathely megyei jogváros alpolgármesterét. Jó estét, köszönöm szépen, jó estét, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ugye elmaradt a mi frakció beszélgetésünk, vitánk során pont az a rész, ami alpolgármester urat érinti a leginkább, ez a költségvetéssel kapcsolatos beszélgetés. Az biztos, hogy most már van költségvetésünk, de ha megengedi, kezdjünk két másik olyan témával. Egy kicsit könnyedebb, de mégis kíváncsiak lennénk a véleményére. Felújításokkal indult a közgyűlés napirendi menete is. Itt a Gotthárd kastély, a képtárral kapcsolatos felújítások. Miként vélekedik ezekről? Ugye itt egy komoly fejlesztési program előtt áll a város, ez több részből tevődik össze, ami most elhangzottak. Ezek a Modern Városok program keretében fognak megvalósulni, de a Modern Városok program keretében nem csak a Gotthárd kastély, a képtár, a Salmely gyűjtemény került elhelyezésre, hanem a Modern Városok program keretében fog reményeink szerint megvalósulni az a városi szolgáltatóközpont, ahol a Szova távhő telephelyi kiköltöznek majd a déli ipari parkba, ahol egyébként az évek óta, vagyis hát 2007-ben vásárolt 18 hektárnyi területnek megkezdődhet a hasznosítása. Ezt meg fog előzni egy másik programcsomagból, ez úgynevezett területi operatív programban, ahol a városnak 14 milliárd forint áll rendelkezésre, abból többek között ipari park közművesítése is feladat és célirány, ebből a forrásból fog megvalósulni ott a közművesítés, az infrastruktúra fejlesztés, és erre épül rá a Modern Városok programból egyébként a Városi Szolgáltató Központ kitelepítése. De a TOP még más jellegű beruházásokat is tartalmaz, ezekről részletesen beszéltünk már a múltban, és van egy harmadik lába a városi fejlesztéseknek, az pedig a Szován keresztül megvalósuló beruházások, ebbe a csomagba tartoznak a szállodaépítés, a jégcsarnoképítés, a lovasturista központ megvalósítása, és a lakásépítési program indul a Szovában, és ezt a hármat így együttesen kezeljük, akkor ez egy sok, ha a stadiont is beleszámolom, akkor egy sok 10 milliárdos történet lehet a következő években. Ez egy rendkívül gyorsított fejlesztési program. Ezt nyilván mind szakmailag, mind pénzügyileg koordinálni kell és elő kell készíteni, valamint be kell illeszteni egyébként az adott évi költségvetésbe is. És ezeknek megvan a forrása a költségvetésben, ezek szerint már az a forrás rész, ami esetleg a város részében. Hát ugye annak a költségvetés, amit tárgyaltunk, az egy alapköltségvetés, az tartalmazza azt a minden olyan tevékenységet, amit eddig ismerünk és eldöntöttünk, és a pénzügyi forrás rendelkezésre áll, és emellett pedig folyamatosan kötjük meg a támogatási szerződéseket a Modern Városok programra, a területi operatív programokra, például a területi operatív programra a foglalkoztatási paktumot tárgyaltuk a mostani közgyűlésen. A Szava pedig egy külön finanszírozási lábon áll, az közvetlenül kevésbé érinti a mi költségvetésünket. De összességében, ahogy a támogatási szerződéseket kötjük meg, úgy építjük be a költségvetésünkbe ezeket a beruházásokat. Egy kisebb fejlesztésekről is szó volt, esetleg óvodák, bölcsödék újulhatnak meg, ez is jó hír lehet? Ez szintén a területi operatív program keretében működik, ahol bölcsödék és óvodák újulhatnak meg. Itt alapvetően ugye nem férőhely bővítésről van szó, hanem meglévő intézmények felújításáról. Ma ez jelen pillanatban nekünk sokkal fontosabb, mint egyébként új férőhelyek létrehozása. Még egy apró téma volt, bár tekinthető aprónak, a közlekedés fejlesztéssel kapcsolatos dolog. Ugye itt elsősorban körgyűrűkről és kerékpárutakról van szó ebben a pályázati lehetőségben, ha jól tudom, pályázati lehetőség, ugye? Igen, a területi operatív program keretében részben ugye van egy 900 millió forintos felhasználható pénzügyi összeg, amelyből részben kerékpárutak, részben különböző gyűjtőutak kerületnek felújításra, többek között reményeink szerint a Mártonáron utca például, és lehetne folytatni a Vépi út, és lehetne folytatni a sort. A két körforgalom épülne ebben a programcsomagban, és körülbelül 10 kilométernyi, emlékeim szerint 10 kilométernyi kerékpárút, ami a meglévő kerékpáros infrastruktúrának a továbbfejlesztését jelenteni, és részben pedig már kikötés szombathelyi települések felé többek között Sé irányába. Köszönöm szépen, ennyit a
Az egy-két napirendből, amellyel indított az elmúlt közgyűlés, és akkor most érünk rá a legfontosabb dologra, a költségvetésre. Próbáltam kiszámolni, hogy ez hányadik költségvetése volt, emlékszik rá? Hát 2010-ben volt a 2011 volt az első, akkor ez elvileg a hatodik, bár olyan értelemben, hogy volt ott egy ilyen vegyes időszak 2009-10-ben, amikor egy elég feszült politikai helyzet volt, és akkor egy ilyen ugye nem alpolgármesterként részt vettem a költségvetés előkészítésében és kialakításában, de lényegében ilyen teljes mértékben ez a hatodik költségvetés. Ezt a költségvetést egy nulla szám jellemzi, ugye az előző években nem mindig sikerült így kihozni a végét a történetnek. Melyik volt a legnehezebb, ha így visszaemlékszik el? A legnehezebb költségvetés az azt gondolom a 2011-es volt. Ugye az egy rendkívül nehéz helyzetben készült, ugye nagyjából volt egy 18 milliárdos adósságállománya a városnak, és több mint 1 milliárdos hiánnyal zárta. 1,8 milliárd, most lehet, hogy nem pontos számot mondok, 1,8 milliárdos hiánnyal zárta a város a 2010-es évet, és ugye ebből kellett indulni, hatalmas tőketörlesztési kötelezettség, hatalmas kamatfizetési kötelezettség, plusz 1,8 milliárdos hiány. Ekkor született az a 3 éves pénzügyi program, amiért még a választásokat követően novemberben sikerült elfogadtatnom a közgyűléssel, ezt nagy részt egyhangúan támogatta a közgyűlés, ahol feltártuk a valós pénzügyi helyzetet, és elfogadtattunk egy olyan 3 éves programot, amely meghatározta azokat a pénzügyi kereteket, amelyek mentén a város fizetőképessége, finanszírozhatósága megmaradt. Ez többek között ugye egy jelentős költségcsökkentést tartalmaz, ma már elmondhatjuk, így utólag, hogy 1,5 milliárd forintnyi kiadás került ki az előző évhez képest a költségvetésből, valamint egy bevételi többlet lehetőségek megkeresését, azt is el lehet mondani, hogy hatalmas vitákat kiváltva akkor, de kénytelenek voltunk egy építményadóemelést végrehajtani, ebben én személyesen is a kamarában komoly vitákat folytattam, de az élet igazolta, és be is tudtam tartani azt, amit akkor mondtam, hogy ha majd úgy alakul a helyzet, akkor ebből szép lassan elkezdünk visszalépni. És hát ez bekövetkezett, hiszen azóta már 2-3 alkalommal is, ha nem nagy mértékben, de az építményadó terhelést azt bizonyos értelemben csökkentettük. Mennyiben változott, és hol volt a töréspontja az iparűzési adóbevételnek, hiszen ugye 2010-11 környékén 3-4 milliárd körül volt? A mélypontja, a legmagasabb értéke az iparűzési adónak a város korábbi időszakában 2009-ben volt 4,8 milliárd, és a válság utáni visszaesés az 2010-ben volt 4,3 milliárddal. Mm-hmm. Egyébként ez érdekes, Szombathelyen nem volt olyan mértékű az iparűzési adó visszaesése, és azáltal a gazdaság visszaesése, mint általában az országban. Látható, hogy itt egy 10%-os visszaesés volt, és ami érdekes, hogy 2011-ben már 5,1 milliárd volt. Ez egy óriási segítség volt egyébként az életben maradáshoz, hiszen olyan 800 millió forint többlet jelent meg, amit ugye a költségvetés tervezésekor még nem, ezzel nem számolhattunk. Tehát ez segítette azért a későbbi működésünket. Ez köszönhető annak, hogy a gazdasággal... Itt ezt akartam megkérdezni, hogy a kedves nézőm, és mindjárt azt mondaná, hogy de minek köszönhető mindez? Hát igen, ez egy érdekes helyzet volt. Nyilván én sokat voltam az élet másik oldalán, tehát a gazdaság élet oldaláról sokat kritizáltuk az önkormányzatot, hogy mi az, amit másképp kéne csinálnia, és nyilván, amikor az ember átül arra az oldalra, ahol döntési helyzetben van, akkor próbálja megvalósítani azt, amit korábban kritizált. Egyszerűen annyi történt, hogy leültünk a gazdaság élet szereplőivel, felmértük, illetve ők elmondták, hogy milyen elképzeléseik vannak, milyen fejlesztéseket képzelnek. Kiderült, hogy nagyon komoly fejlesztési potenciál van a szombathelyi gazdaságban, és csak annyi történt, hogy abból, amihez a város kellett, azt próbáltuk megtenni. A cégek tették, ami az ő dolguk, mi tettük, ami a mi dolgunk, és amit ketten nem tudtunk megoldani. És hogy a kormányzati szinten elfogadhatók legyünk, és partnerek legyünk, ezért létrehoztuk a Nyugat-Pannoni Járműipari és Mechatronikai Központot, és azokban a kérdésekben, ahol mi kevesek voltunk, kormányzati lobby tevékenységet folytattuk, és mindezek eredménye volt az, hogy elkezdett működni a gazdaság. Ez nem ilyen egyszerű volt persze, mint ahogy elmondom, de most az idő rövidsége. Ez mennyi időt vett igénybe? Hát ez egy nagyon komoly, másfél éves
munka volt, ami azóta is tart természetesen, most mindig a napi problémákkal foglalkozunk. 8-9 munkacsoportban dolgozik ma is a Nyugat-Pannonia Jármű és Mechatronikai Központ, ahol a cégek képviselői, vagy adott esetben az intézmények képviselői, hiszen vannak középfokú oktatással foglalkozó munkacsoport, felsőoktatással foglalkozó munkacsoport, marketing munkacsoport, de van infrastruktúra munkacsoport, és minden más egyéb, ami szükséges az élethez. Nagyon sok tapasztalatot szerzünk, hiszen a cégek mindig őszintén elmondják a véleményüket, hogy mi a probléma a tevékenységünkkel. Lehet, illetve kell-e, meg tesz-e alpolgármester úr lépéseket a költségvetés tervezésekor, hogy a cégeket, akik én azt gondolom, most a multi cégekre gondolok itt, egy picit előbbre járnak nyilvánvaló, mint egy város gondolkodásban járhat, hiszen azt gondolom, hogy ők a nemzetközi piac ismeretében egészen másabb jellegű stratégiákról is gondolkodnak, mint egy város. De akkor is valahol mégiscsak a városra kell alapozniuk az ő jövőjüket. Lehet ezt egy költségvetés javaslatánál figyelembe venni? Persze, hát ugye egy költségvetésnek vannak mindig prioritásai. Én azt gondolom, hogy egyre inkább megyünk abba az irányba, hogy a gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos ügyek azok kezdenek minél nagyobb prioritást kapni. Ez azért fontos, mert hogyha a gazdaságfejlesztés prioritást kap nálunk, nyilván az alaptevékenységeket el kell végezni, és nagyon jó szinten. Ez a fajta lehetőség most adódik először úgy Isten igazából, anélkül, hogy más ágazatokat sújtanánk. Tehát most van abban a helyzetben a város, hogy úgy tudja ezt megtenni, hogy nem feltétlenül sújt más ágazatokat. Ez pedig azért fontos, mert hogyha mi tudunk hozzátenni a gazdaság, helyi gazdaság növekedéséhez, abból olyan pótlagos bevételek vannak, amelyek sokszorosan meg. Tehát én azt mondom, ez befektetés abba a jövőbe, azért, hogy a jövőben még több pénzt tudjon elkölteni a város. Ha ezt jól csináljuk, akkor további nagyon komoly fejlődés előtt állhat a város. Még egy mondata, ugye a nullszaldó pedig azért érdekes ez, mert korábban sem lehetett már nem nullás költségvetést tervezni. Ez valóban nullszaldós. Tehát az adóbevételeket a tavalyi év szintjén terveztük. Én azért azt gondolom, hogy ha nagyon nagy tragédia nem történik a gazdaságban, akkor egyszerűen a tehetetlenségi nyomaték miatt van egy növekedés a helyi gazdaságban. A kiadásokat pedig azt gondolom, hogy nem terveztük alul. Tehát, és akkor erre persze lehet mondani, hogy akkor van szabad forrás. Nem, jelenleg nincsen szabad forrás, csak olyan mennyiségű fejlesztés van, amelyre utaltunk az elején, és ezen fejlesztéseknél mindig benne van a lehetőség, hogy annyiból nem tud megvalósulni, mint amennyiért terveztük, valamint előkészítési költségek merülhetnek fel, vagy egy fejlesztés kapcsán jön egy apró ötlet, hogy azt még el kellene végezni mellette. Én azt gondolom, hogy ez a költségvetés olyan, hogyha nem is nagy léptékekben, de ezeket a feladatokat is tudja majd teljesíteni, és évközben tud ilyen típusú célokra forrás biztosítani. Tehát akkor a cégek elképzeléseit, az ő jövőképüket ismeri a város vezetése, és megpróbálja a mindenkori költségvetést ehhez passzintani. Hiszen abban gondolkodva, most, amit a polgármester úr is mondott, hogy a bevételi lehetőségek ezeknél a cégeknél vannak, hiszen az iparűzési adó nem mindegy, hogy mennyi. Ezekből az iparűzési adókból származhat az a likvid bevétele a városnak, amiből esetlegesen bizonyos területeket és a fejlesztéseket végrehajthatja. Így juthatunk el esetleg mondjuk a 9 milliárdos iparűzési adó bevételig? Mikorra körülbelül? Ezt tudom, hogy egy álom, erről már beszélgettünk, de valahol mégiscsak most a realitásnak tűnik. Ugye 7, akkor az adóbevételek fontossága azért hangsúlyozandó, mert jelen pillanatban az alapköltségvetésről beszélek, tehát ugye ez a támogatott különböző projekteken kívüli költségvetés. De ugye arra 16 milliárd forint. Most ha arra gondolunk, hogy a stadion 15 milliárd, és az beépülne a költségvetésünkbe, akkor 31 milliárdnál tartunk, de ettől még a város költségvetése nem lesz más. És a 16 milliárdnak a 80% a saját bevétel. És a 80%-nak a jelentős része az a helyi adó bevételből származik, ebben pedig a meghatározó az iparűzési adó, ami most 7,6 milliárd volt tavaly. Én azt gondolom, hogy ha ugyanígy fejlődik tovább, tehát a külső körülményekben nincs olyan változás, ami negatív irányban hatna, akkor reális az esély arra, hogy 2017-18-ban ez az összeg ez elérhető lehet. Nyilvánvaló ez, ha megtörténne, ez azt jelenti, hogy az adott években 1,5 milliárd forinttal többet tud költeni a város.
ott van a felelősség, hogy egyébként ezt úgy költsük el, hogy ebből a jövő profitáljon, tehát befektessük igaziból, és ne feléljük működésre, hanem olyan tevékenységeket végezzünk belőle, amelyek további pénzt termelnek majd a jövőben szerintem. Egyre inkább el tud menni a város abba az irányba, hogy valós gazdálkodást folytasson, tehát végrehajtja a kötelező feladatokat, végrehajtja a politikai célokat, amelyek fontosak egy politikai közösségnek, és emellett reményeim szerint egyre több pénz marad arra, hogy valós gazdálkodást folytasson, és abból további bevételeket generáljon a városnak. Még ezt a kérdést nem tettem fel sosem, pedig gyakran beszélgettünk itt, amikor a módosítások voltak a költségvetésben és egyéb ilyenkor. Most azt ugye nyilván örömmel halljuk és tapasztaljuk is, hogy a gazdasági életből érkezőn ebben nagyon komoly gyakorlata van, és nagyon komoly múltja van, és tapasztalatai vannak. De például egy éves költségvetést készítő alpolgármester, amikor főleg az elején az elsőket készíti, de lehet, hogy még most is, nézi azt, hogy mondjuk hozzánk hasonló városok, akikkel mondjuk esetleg versenyhelyzetben lehetünk, miként rakják össze a költségvetéseiket, ezek nyitottak, találkoznak egymással, szoktak egymással mondjuk információkat cserélni, megbeszélni dolgokat? A költségvetések nyilvánosak, tehát át lehet nézni. Egyébként a több várossal nagyon szorosan működünk együtt. Én elsősorban olyan ez ugye véletlenszerűen is alakul ki, meg az ember keresi a kontaktot is. Sokszor elmondtam, hogy az ilyen szempontból egyik legfontosabb és legszorosabb kapcsolat az Fehérvárral van, ami számunkra szerintem rendkívül előnyös, hiszen sok szempontból hasonlít ránk Fehérvár, de van egy lényeges különbség, hogy lényegesen nagyobb nálunk. De maga a város működése, a gazdaság fejlettsége, az a végzett feladatok, a struktúrája sok szempontból hasonlít ránk, tehát nagyon jó tapasztalatokat tudunk egymástól szerezni, de más városokkal is, akár a helyi adórendeletek kidolgozásánál, akár különböző ágazatokra vonatkozó helyi rendeletek kidolgozásánál nagyon szorosan együttműködünk, és a jó példákat próbáljuk egymástól ellesni. Ugye az a jó hír ebbe, hogy mi is most már jó néhány területen jó példával szolgáltunk, és vettek át más városok tőlünk rendeletalkotás során információkat, és használták fel a szombathelyi tapasztalatokat. Megbeszéli a képviselő kollégákkal a költségvetéssel kapcsolatos mondjuk kéréseket, óhajokat, észrevételeket? Hallgat rájuk, illetve vannak komoly viták, mielőtt bekerülne a testület elé, vagy a bizottságok elé? Ugye én az alap részletekbe próbálok nem belemenni, tehát igaziból a keretszámokat? Ugye van egy alulról építkezés, hogy ki mit szeretne, meg nyilván van egy felülről történő leosztás is, hogy mire mennyi jutna, ezeket összhangba kell hozni. És amikor eljutunk addig, hogy az egyes területekre vonatkozó keretszámok kialakulnak, akkor azon belül azt gondolom, hogy a területekért felelős vezetőknek a feladata, hogy a területek vonatkozásában lefolytassák velem együtt az egyeztetéseket, és közösen tesszük meg azokat a javaslatokat, amelyek az adott területre vonatkoznak, nyilván a területre adott korlátok mellett, és hát természetesen, amikor ez az elején eldől, hogy nagyjából mennyi pénzből tudunk gazdálkodni, akkor utána már ezen közül csak úgy vannak módosítási és korrigálási lehetőség, hogyha valahonnan megkeressük rá a forrást, hogyha más lenne a prioritás, mint ahogy először gondoltuk. Én azt gondolom, ilyen szempontból ez az idei költségvetés. Egy költségvetés soha nem könnyű készíteni, hiszen az egyéni képviselői kérésektől, indítványoktól kezdve, az ágazatra vonatkozó kérések, indítványokig, és a sok-sok egyéb nyilvánvaló megkeresés mellett, ezek nem hozzám irányulnak, hála Istennek. Nagyon de ott nehéz. Csapódnak le? Természetesen, de azért az kialakult, hogy az nem működik, hogyha hozzám fordul valaki, akkor elérhető a történet, hiszen én nem tudok egy-egy ügyben döntést hozni, nekem az összességét kell néznem a költségvetésnek, de ezeket én azt gondolom, az idei költségvetés az olyan volt, ahol relatíve a korábbiakhoz képest könnyebb volt az egyensúlyi helyzetet megteremteni az ágazatok között is, meg a kérések között is. Záró kérdés, megnyugodhatunk erre az évre? Évközben nem nagyon kell talán hozzányúlni ehhez a költségvetéshez. Ebben reménykedik? Én azt nem tartom rossznak, hogyha hozzá kell nyúlni egy költségvetéshez, mert azt jelenti, hogy lehet, hogy egy pótlagos feladat jelenik meg, egy pótlagos igény jelenik meg, amit ki tudunk elégíteni, vagy ha valahol esetleg túlfinanszíroztunk, tehát több pénzt szántunk valamire, mint ami ott meg tud valósulni, akkor azt természetes módon költsük el más célokra. Inkább azt tartom fontosnak, hogy ebben ugyanazokat az elveket tartsuk meg, mint amit a költségvetés készítésekor megtartottuk, és akkor azon az elvi vonalon tud tovább menni a költségvetés egész évben, mint
mint amit elfogadtunk. Az ilyen módosításokkal semmi probléma nincs. Ha ettől a vonaltól eltérünk, és nagy mértékben, az már probléma lenne, de én bízom benne, hogy ilyen nem fog bekövetkezni. Mi is, és köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és tájékoztatott bennünket. Egy picit a jövőbe is néztünk, és azért ez megnyugtató, hogy nagyon pozitívnak tűnik ez a kép. További szép estét önnek. Én is köszönöm, és köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőkönöknek most egy kis orgona muzsikával szolgálunk, amíg a stúdióban egy csere lesz majd, és folytatjuk tovább a Szent Márton év programjaival. Nagyon izgalmas, érdekes beszélgetések jönnek, több vendéget is várok ide a stúdióba, hogyha tehetik, maradjanak velünk. Hamarosan a hallható orgona muzsika, orgona zene pedig azon a DVD-n is hallható, amelyet a Szombathelyi Televízió készített nemrég. Szombathely templomaiban jártunk, és ez a DVD itt nálunk meg is vásárolható. És már is itt vagyunk kedves vendégeimmel, és Szent Márton év eseményeiről beszélgetünk. Magdórit köszöntöm nagy szeretettel a stúdióban, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Téged is kérdezlek a programokról, de téged majd egy igazán nagyon komoly és nagyszerű programról, mely a szívügyed, és azt gondolom, hogy kiválóan és nagyszerűen szervezed és bonyolítod ezt most már évről évre.
beszélgetünk nyilván erről is, és Handel Andrással, programszervezővel, Szent Márton programiroda munkatársával beszélgetünk most. Egy nagyon picit talán a kezdés, bemelegedés tekintetében, hogy érzitek magatokat a Szent Márton évben? Hát most már András előtt ott van a programfüzet, sok helyütt bemutattuk. Volt olyan szereplésem, ahol egyszerűen nem hitték el, hogy hogy fér egy 144 program, hogy lehet ezt koordinálni, hogy lehet ezt végigcsinálni, hát hány ember kell ehhez? Szóval azt gondolom, hogy egy nagy kihívás nekünk ez az év, de nagy lehetőség is. Igen, hát ugye, mint aktív résztvevője ennek a programfüzetnek, azért örömünkre is szolgált, hogy tényleg ennyi program van, de azért mindig benne volt a félsz az emberben, hogy csak hogy tényleg jól sikerüljön, minden jól végig tudjuk vinni ezeket a programokat, és tényleg még a legutolsó napig is, amikor még mielőtt ment volna nyomdába az anyag, még mindig jöttek a programok, és még mindig tudok olyanokról, amik kimaradtak volna, és mondták, hogy de kár, hogy amilyen nem került be, de semmi gond, ezen kívül lesz, illetve már meg is jelent a március-áprilisi, és lesz több még két havonta megjelenő részletes programfüzet, amibe be lehet kerülni. Programfüzet is van, és jól tudom, a füzet végén van egy kisebb összefoglaló táblázat. Nagyon sokan annak is örültek, illetve annak is, nem tudom, Dóri, lapoztad-e a füzetet, hogy tematikusan van felépítve a füzet. Szerintem. Miért jó? Neked ez miért jó? Hát én nekem eleve könnyebb olyan szempontból, hogy dátum szerint be tudom azonosítani. Tehát, hogyha látom, hogy mondjuk a gyerkőccel itthon vagyunk, vagy vendégek jönnek, akkor oda bele tudjuk szervezni. Ez azért is érdekes, mert volt, akinek mutattam, és azt mondta, hogy na, nézzünk egy hetet, és akkor utána a színeket nézte, tudod? Tehát, hogy azon a héten az ő, hát hogy mondjam, csak válogatásának megfelelő témakörű tárgyú rendezvények lesznek-e? Például lesz-e ismeretteresztő előadás? Lesz-e esetleg valami színház, vagy valami egyéb, egy szabadtéri program, vagy koncert, vagy tudom is én? Tehát e tekintetben, András, ez egy nagyon jó választás volt. Igen, hát igyekeztünk, hogy a Szent Márton emlékévnek, meg a programirodának a honlapja is tematizálva van. Így próbáltuk tematizálni ezt a műsorfüzetet is. Igaz, hogy itt már kibővítettük egy kicsit, ha valaki összehasonlította a régi webes felületünket a mostani programfüzettel, az láthatja. De hát ugye ez az elmúlt két év tapasztalata alapján úgy gondoltuk, hogy jobb egy kicsit még szétszedni, jobban tematizálni a programokat. És hát Püspök atya is kérése is volt, hogy az egyházi programok is egy külön színnel, egy kicsit markánsabban különüljenek el a városi rendezvényektől. Ez meg is történt. Ha megengeditek, még mielőtt rátérnénk az előttünk álló hét programjára és beszélgetnénk erről, nézzünk meg közösen egy kis összefoglalót az elmúlt hét programjáról, különös tekintettel a hétvégéről, hiszen a hétvégén egy színházi premier is volt. Nézzük ezt meg együtt. A Szavária történelmi karnevál programjai mellett a Szent Márton emlékév eseményeivel népszerűsítették Szombathelyt a város turisztikai szakemberei a 39. utazás kiállításon Budapesten. A csütörtöktől vasárnapig tartó bőrze ókori stílusú standján az érdeklődők tájékozódhattak az egyéb látnivalókról, kerékpáros túra lehetőségekről, szálláshelyekről is. 17. alkalommal szervezték meg a gyermekszemmel elnevezésű rajzversenyt a Derkovics Gyula általános iskolában pénteken. Az idei téma Szent Márton legendája volt. 12 iskolából 22 alsó tagozatos tanuló nevezett, legtöbben a köpeny megosztás jelenetét, a libák közé rejtőző Mártont vagy édesanyja megkeresztelését vetették papírra. Az első-második osztályosok kategóriájában Benkő Szonya, a Simon iskola tanulója, a harmadik-negyedik osztályosok között Apró Janka, a Váci iskola diákja nyert. Az elkészült rajzokból április 8-án a Derkovics hét nyitányaként kiállítást szerveznek az iskolában. 150 éve született Tóth István szobrászművész Szombathelyen. Pályája során 400 szobrot készített, az ő munkája egyebek mellett a Székesegyházban álló Szent Márton Herma, valamint Szili János püspök és Horváth Boldizsár igazságügyminiszter köztéri szobra. A műveiről készült fotókból kiállítás nyílt a Kanizsai Dorottya gimnázium galériájában. Tóth István 1934-ben hunyt el, a szalézi templomban nyugszik.
Európai Szent Márton ábrázolások címmel nyílt kiállítás Németh József fotóiból a Vörös Sándor Színház aulájában. Az ismert szombathelyi fotós utazásai során számos Szent Márton témájú festményt, szobrot, épületet kapott lencse végre. Az időszaki tárlat ezen alkotásokból válogat, képzeletbeli utazásra invitálva a látogatót. A kiállítás március végéig tekinthető meg. Szivárvány havasán köpönyeg és palást címmel szombaton mutatták be a Szent Márton jubileumi évre kiírt drámapályázat győztes pályaművét a Vörös Sándor Színház nagy színpadán. A Márton időskorában 384-ben játszódó történet a katolikus egyház sorsfordító éveiről szól, amikor a kereszténység próbálja megtalálni helyét a császári hatalom mellett. 2014-ben írtak ki nyílt drámapályázatot Szent Márton születésének 1700. évfordulójára. 48 pályamű érkezett be, végül Szombat András művét állították színpadra Babarczi László rendezésében. A főszerepet Jordán Tamás alakítja. Az előadást az évad hátralévő részében több alkalommal is láthatja a közönség. Most kérem tisztelettel, ennyire gazdag volt az elmúlt hét, és ugye itt most éppenséggel Jordán Tamást láttuk főszereplőként az utolsó bejátszásban, de az 5 bejátszásból 3-ban viszont Handel Andrást láthattuk. András szinte majd mindenhol ott volt, tehát nyilván ezeket feladatod. De hogy éled meg ezeket a szituációkat, például Budapestet, a kiállítást? Tehát igen, az embernek egyrészt munkájából kifolyólag is, de mivel hogy tényleg most már másfél éve ott vagyok, ott dolgozom a Szent Márton programirodán. Az első pillanattól kezdve részese voltam a programok kialakításának, megszervezésének, Szommer Ildikó szánsegédjeként. És hát most ez az az emlékév, amikor igyekszünk ezeket a gyümölcsöket, amelyek most beértek. A megtakarítás éve. És hát nagyon-nagy örömmel tölt el bennünket, hogy eddig szépen alakulnak a dolgaink, a programjaink. Dóri, azt kérdeztem tőled, hogy ott voltál-e a színházban, azt mondtad, hogy te nem, de a szüleid igen, szüleid, és mit mondtak a darabról? Hogy ezt meg kell néznünk mindenképpen. Tehát annyira, anyunak nagyon tetszett, apának is, csak mondta az anyu, hogy mindenképpen, tehát mindenképpen is fogunk menni. Na ne csigázott a kedves nézőket, a szülők mit szólnak mindahhoz a kezdeményezéshez, amit te megálmodtál, és amelynek nagy követe vagy, és egy kiváló kezdeményezés, Dóri? Hát eleve őtőlük örököltem, tehát a géneket. Az anya elmondása szerint múltkor egy ilyen vicces mondatban úgy jött ki, hogy százszorozódott bennem az ő bennük lévő szociális érzékenység. Anya volt a harmadik, akit annak idején felhívtam, hogy segítsen ebben a rendezvény lebonyolításban, hogy a gyerekekkel kapcsolatban. Én közben mutatom is a plakátját ennek az eseménynek, amelyre a héten kerül sor, nyugodtan mondhatjuk 11-én. Pénteken, 18:30-kor a Tó vendéglő emeleti termében. Nagyon sok szeretettel várunk mindenkit, és ingyenes a belépő. Ezt mindig elmondjuk mindenhol, de ez az is marad. Dóri, azért mondjuk el, hogy mi is a célja ennek a rendezvénynek. Miért kezdted el annak idején? Annak idején egy anyuka miatt kezdtem el, tehát egy kerekesszékes fiatalember segítettem fel az Uránia udvar parkolójában, mert esett az eső, és egy anyuka befogta a gyermekének a szemét, egy 5-6 éves kislányét, akinek mondta, hogy ilyen, hadd ne mondjam ki ezt a szót, tehát más embert nem kell nézni, és átfutott a kocsik előtt igazándiból, és itt úgy, megmondom őszintén, nagyon felhúztam magamat, tehát hogy szomorú volt ezt így hallani, és utánuk mentem, megkérdeztem, hogy miért, újra ugyanezt mondta, egy kicsit erélyesebben, és amire visszaértem az akkori üzletembe, akkor kezdtem el gondolkozni, hogy hogyan és mint tehetném ezt úgy, hogy csak egy ember véleményét tudjam megváltoztatni. Hát 3 hét alatt összeraktuk az elsőt, ez 4 éve volt, mert ugye úgy 5 éves, hogy 2012-ben, és 3 hét alatt állt föl, 147 látogatónk volt akkor, és 14 modellünk, most több mint 50 jelentkező van modellbe, de 30-31-nél többet nem tudunk felvonultatni, mert ugye van egy időzóna, ez a gyerekeknél nagyon fontos, hogy azért hazaérjenek, mert valaki Kőszegről jár, vidékről, iskolában vannak délelőtt, tehát azért ez eléggé sok nekik, de nagyon várják. Minden évben
de a fodrászunk, a sminkesünk, a hangosítónk, a berendezőnk. És az önkéntesek, vannak önkénteseitek, nagyon akik sok, segítenek nagyon. Ma is még három újabb jött, úgyhogy nagyon sok szeretettel várjuk őket, sőt, ugye Zsuzsáéktól 10 diákot is kapunk, úgyhogy nagy öröm ez most így idén. Dóri, és most látom, növeszted a hajad. Igen, most levágták megint tegnap előtt, hogy valamit tudjanak vele kezdeni majd pénteken. Hasonló jellegű kampány lesz, mint egyelőre volt. Nem. Ez egy nagyszerű kezdeményezés volt a részedről, az igen, is. Igen, igen, csak még elég kevés parókáról kaptunk képet, kérjük be folyamatosan. Én akkor sem gondoltam, tehát én ugye mivel 8 éve odaadtam annak idején 57 centit, ebből gondoltam, hogy most újra. És akkor viszont a 3-4 ember helyett közel 200 csatlakozó volt. Szerintem 2 évente fogunk egyet csinálni, igen. Tehát 11-én, 5. jubileumi rendezvényre, igen, kerül sor ez a Divat bemutató, kicsit másképp című esemény a Tóvendéglőben, mindenkit nagy szeretettel várnak majd. Meglepetésekkel? Az is lesz, igen. Akkor ezeket ne is áruljuk el, de András, mi viszont áruljuk el, hogy milyen programok lesznek a héten, még azon kívül, hogy Dóriék eseménye is a Szent Márton év kapcsán kerül megrendezésre. Igen, az Agora Szavária szervezésében folyik egy Világjárók címet viselő sorozat, ahol a Szent Márton európai kulturális útvonal vezetői, szervezői tartanak előadásokat magáról az útvonalról, illetve Szent Mártonról. A most a március 9-i program címe Munkástól Yorkig. És hát tényleg, aki egy kicsit így jobban belásta magát ebbe a Szent Mártonos témába, illetve az európai kulturális útvonalban, láthatja, hogy hányféle módon tényleg nemzetiségek, országok szerint hányféle módon ünneplik Szent Márton, és nem csak a novemberi nagy ünnep kapcsán, hanem évközben is vannak olyan ünnepeik, amelyekkel megemlékeznek erről, és hát ez a március 9-i nap erről fog szólni. Dóri programját már említettük a Tóvendéglőben, de 12-én, március 12-én a Városházán, majd a Hotel Claudiusban ünnepel a 25-dik, tehát itt is egy negyedszázados ünnep lesz a Zonta Klub. Ugye a segítés jelenik meg minden egyes programban, valamilyen szinten Szent Márton, vagy a Szent Mártoni gondolattal kapcsolatos dolgok. Dóri, nem arra kérlek, hogy erről beszélj, de azért azt gondolom, hogy mivel ez egy családi történet, hiszen édesanyád holnap jön majd hozzánk vendégként, ugye pillanatilag ő vezeti, az idei évben ő a soros elnöke Zonta Klubnak. Te mit tudsz erről a klubról, illetve milyen nagyszerű kezdeményezés az, hogy hölgyek összeállnak és a maguk módján segítenek? Anya bent van 25 éve kezdetektől fogva. Ők igazándiból a Mici Mackó vodától elkezdve a korai fejlesztőközpontig, a kötélugrókig el fogja mondani, hogy holnap tényleg nem akarom lelőni a... De te is dolgozol, mint önkéntes náluk. Én, mint önkéntes, igen, én folyamatosan volt, amikor fotózni jártam annak idején, de ugyanúgy a gyűjtéseket is mindig, meg hát anya mellett teljesen természetes, és itt ugye ők jöttek be a Divat bemutatónál segítőnek, úgyhogy ez ilyen oda-vissza alapon működött, igen. András, még egy picit próbáljunk még előbbre tekinteni, mert van egy nagyszerű premier, amiről beszélnünk kellene, ez egy film. Igen, ez a Jó Pásztor címet viselő film, amiről tudni kell, hogy igazából tévéfilm, a Duna Televízióban kerül majd sugárzásra, de volt a kegyes a filmet készítő cég. A Film Art nevezetű cég, hogy felajánlott természetesen a város kérésére egy lehetőséget, egy előzetes megtekintésre. Úgyhogy nem mondom azt, hogy a tisztelt közönséget várjuk, mert inkább a sajtó munkatársai lesznek ott, és pár meghívott vendég, de szombathelyi polgárok egy részének megadatik, hogy még a televíziós premiér előtt ezt megtekintse, és hát az előzetes betekintések alapján láttuk, hogy tényleg komoly munka folyt, végigjárták azokat a helyszíneket, ahol megfordulhatott Szent Márton, így
Szaváriától egészen Túrig, és hát bízunk benne. Fikciós hogy... jelenetek. Nekem volt szerencsém belenézni, mert megmondom őszintén, hogy ma vittem át a filmet a moziba. Hozzánk be is nevezték a Szavária, harmadik Szavária film szemlére, a Szent Márton kategóriába a filmet, tehát valószínű, hogy mi is le fogjuk vetíteni majd április 13-15, aki befér majd akkor, az ott is megnézheti. De most március 22-én minden esetre először láthatjuk a Jó Pásztor című Szent Márton életét bemutató filmet, és ha megengedsz még én egy programot, mielőtt elköszönnék tőletek, és további jó munkát kívánnék nektek, nekem szívügyem a komoly zene is, Mozart Requiemjének a bemutatója lesz, illetve hát a Szent Márton bérlet egyik programjaként a Bartók teremben március 23-án, tehát 22-én a Jó Pásztor film bemutatója az Agora Szavária filmszínházban, vagy a Bartók teremben 23-án Mozart Requiemje. Hát jó szórakozás mindenkinek, nektek pedig jó munkát, és köszönöm, hogy eljöttetek. Várlak benneteket máskor is. Köszönjük. További szép estét nektek és a kedves nézőknek is. Bánjanak jól az idővel, mert van bőven program, amire érdemes elmenni, és bánjanak jól a szeretettel is, mert hogy vannak olyan programok, amelyen ezt gyakorolhatják, kaphatják is, adhatják is. Úgyhogy ha tehetik, akkor nem mulasszák el, szálljanak erre is időt. Viszontlátásra. Műsorvezetőnket öltöztette a Still Fashion Kft.